mindenkit, szevasztok, fiúk, lányok! Ez itt a World of Warships, én pedig Panzerheki vagyok. És egy visszajátszásra szeretnék nektek kedveskedni. Bismarckkal mentünk egy kis kört, Starki társaságával. Ez a Sárc nevű pálya, ami egy új pálya lényegében. És egy elég érdekes pálya is, mert nem is túl nagy. Kefestáción kezdődik a történet, igen. Nem is olyan túl nagy, és tele van szigettel. Közepes meg nagy szigettel, és sűrűn vannak egymás mellett. Érdekes, érdekes. Megindulunk szépen, indul a sétahajókázás, hogy ez szokott lenni az első 3-4 percben. Ugye, aki már ismeri ezt a játékot, ugye az első 3-4 perc az sétahajókázással indul. És a két Bismarck úgy döntött, hogy elindul az O bázis felé, mert ugye az van legközelebb. B-re azért nem megyünk, mert az ugye az két tűz között van. Tehát az nem jó. Az semmilyen esetben sem jó két tűz között lenni, tehát az necces történet. Szóval megindulunk előre, hopp, ott már van egy gyönyörű szép belemenés, hát lefújta a bíró sárga lapot, neki kiállítjuk, és tovább tolja. Hát nézzétek, az őrült Colorado piszkálja az amagit hátulról. Fantasztikus. Ja, hát és éleszek mindjárt töltelék a szendvicsbe, de hát egy kis manőver, és ezt erre is hozzuk, így, ne, fantasztikus, fantasztikus. Hopp, és detektáltak. Amit láthatjátok a térképen, a fehér vonal a lőtávot jelzi, tehát hogy ott van a lőtávnak a határa. A szaggatott vonal az pedig, a kék szaggatott vonal, az pedig azt jelzi, hogy a víz felszínen abból a távolságból vesztek észre. Tehát az a úgymond ergo a spot táv. És ott már megy is az adok kapok. Nézzük. Ó, itt már keressük a lőnivalót, de még mindig nincsen senki benne a lőtávban. Azt mondja, egy NC Bayern mögöttük egy Bismarck. De Bayern az már kukucskál, csak meglőni az ember, csak mire odaérne, a lövedék elmegy. Máskülönben, ha túlságosan előlőnénk, akkor meg ugye szigetet fogna az a kis pár darab lövedék. Úgyhogy hánykolódjunk tovább előre, az A bázis felé. Nézzük, hát megy két irányba a csapat, ennek C fele is, jó. A B-nél már egy romboló képviselteti magát. Igen. Hopp, és az első számú játékos. Edinburgh, akit meglövünk. Hát lőttünk volna, hát ezt hívjuk a kalibráló lövésnek. Ez így helye közel csúnyán mellé ment. Vagy hibáztassuk az Edinburgh-t, hogy miért kanyarodott el a bemért lövéstől. Kapok mégis a viszonzást mellé. Következő paciens. Ha ide érte Bayern, a Bismarck, akkor minden igaz, erre feleljem az NC is. Na nézzük, mi lesz ebből. Igen, keressük. Akkor közben Starkit megtalálták, elkezdték vonalat nőgyára tüzelni. Na hát akkor beköszönünk a Bayernnak, megnézzük, hogy mi lesz ebből a elindult lövésből. Hát egy gyönyörű szép lepattanó, gyerekek. Hát, ez egy kapufa, lehet így fogalmazni. Ez az eltaláltuk, de mégse. Hopp, és azt mondja, ott van még egy Nürnberg, az is csatlakozik a bulihoz. Jó, elég szépen képviseltetjük itt a csapatot az albázisnál. Itt vagyunk hatan. És nem vagyunk gonoszok, mert ha hetel lennénk, akkor lennénk csak gonoszok.
azt mondja, én a Bayern. Na hát akkor azt hiszem küldünk neki egy kis üzenetet, hogy jó napot kívánok, igen. Na nézzük. Na, hát ez egy 3800-as baráti találat volt. Így már van két darab szottyat találatunk. Laza 5 perc után. Hát, igen. Nem visszük túlzásba a dolgot. És kijött a Bismarck is. Jó, hát azért ő már kapott egy 8800-at. Hopp, 8,5 kilométerre van a pályán. Hú, itt kaptam egy csúnyát. Hát ez előfordul ebben a játékban. És az undorító másodlagos őrült módon elkezdte szórni a szerencsétlen Bayern-t. És hogy tetézzük a bajt, még egy 11.343-at ugye piszkáltunk az orra alá. De jó isten gyerekek, mit kap az a hajó? Ez a Bismarck undorító. Ebből a szempontból 10 kilométeres körön belül ezek a másodlagosok. Itt egy sorozatlövő. Hát, a Bayernnek ennyi volt. Köszönjük, hogy itt voltál. Most jön egy Bismarck tesó és egy laza kis torpedó szőnyeg hasít felénk a vizem. Ha jól láttam, az egy 7000-es volt, igen, kellemesen. És a torpedóknak már vége is, mert már nincs ez az a rémisztő hang, amit egy csatahajós nem szeret hallani. Ez a pip, pip. Ez kellemes kis prüntjögés. Na nézzük. Elkezdjük undorító módon szórni ezt a Bismarckot. Egy laza 6000. Belefittyent. Stark egyenlő szépen belassított. Átfókuszált középre. És közben másodlagosan azért még piszkálja az előttünk haladó ellenség is Bismarckot. Ugye, ha valaki nem tudná, Bismarck és a térpic, ugye az tesóhajók, csak egy kicsit különböznek. Na, piszkálunk annak a Bensonnak egy icipicit, mert az ott az sumák, azon nagyon kell vigyázni. Tilnyoszban az egy nagyon jó kis romboló. Hát egy 3000-re azért megszurkáltuk. Hát és akkor visszatérünk a hőses Bismarckra, aki itt tattal felénk mutatja azt a táblát, hogy ide lőjetek. Hát kedves barátom, megnyerted a Heki el fog süllyeszteni című díjat. Egy kill. Na csörögjünk tovább. A következő paciensek. Egy Nürnberg, és egy Edinburgh. Te másodlagos az, talán nem találok szavakat. Gyerekek, hát miért látjátok, hát ez undorító. És ha ránéztek az eredményjelzőre, hát elég gáz jelen pillanatban a csata. Majdnem 400 ponttal vezet az ellenség, foglalják már a harmadik bázist is. Úgyhogy valamit most már kell csinálni, mert ennek nem lesz jó vége. Ugye az elebben elég szépen körbeszortam az Edinburgh-t. Mert hogy nehogy az legyen, hogy hú, milyen pró meg az ő. Nem, én is szoktam dúboskodni, mindenki szokott dúboskodni. De azért vannak javítási lehetőségek, mint mondjuk ez egy ennyire szép citadella. És hát Starky befejezte, megadta neki a kegyelemdöfést. Úgyhogy megint egy hajóval kevesebb az ellenségnél. Na. Hát akkor hánykolódjunk tovább. Jé, de szépen durrant! Nézzük azt a Nürnberget, mi lesz annak a történetek a vége. Égdeges a kreuzer gesunken!
Ez az a 10 000 és egy citkó. Még egy hajóval kevesebb. Nagyon jó. Itt időközben ugye volt egy bánszom, aki eltűnt. Úgyhogy várhatóak majd a torpedók. Ugye egyrészt detektálva vagyok, tehát lát. Hát ezt a hajót szerintem a Holdról is lehet látni. Na mindegy. De hát ugye csatahajók nem az a lényege, hogy elbújjanak. Bár hogyha azért van egy kis kamujuk, az nem rossz. Az nem rossz dolog. Na menjünk szépen előre tovább. Kísér minket egy Cleveland. Mögöttünk Starkey. Az A-t elkezdte foglalni a rombolónk. Ez jó. Mi még megyünk szépen B-re. Na itt bekapcsoltam egy szonárt. Mert ugye ez egy elég hasznos dolog ezen a hajón. Nagy, nehézkesen fordul. Hát időben kell irányt változtatni. Itt mondjuk a mai napig nem tudom, hogy miért nem jelölt ki másodlagosan azt a Bensont. Nem tudom, hova figyeltem. És hát... már érkeznek is gyönyörű szépen a vízi rakéták. Hát... késői manőver. Lassítok, fordulok. Hát ebből egy párat benyelünk, úgy érzem. Közben a messziből valaki ismerkedik velem. Azt mondja, egy, kettő, három. Hát ez 4 darab csúnya találat volt. Itt most Starkey átveszi szépen a vezető pozíciót, és nekem ilyen el kell húznom minél hamarabb, mert 5000 életponttal nem sok mindent lehet kezdeni. Főleg, hogyha 4 hajó van velünk szembe. Úgyhogy most egy kis bujkálás következik a szigetek között. Töltjük a HP-t, másodlagos azért persze leálltottuk a miokóra, hogy érezze a törődést, és még mielőtt eltűnünk teljesen, visszaköszönünk neki a nagy lövegekkel, közben becsúszott egy konfederét. Hát! Ez is elment úszni gyerekek a halakkal, megint egy hajóval kevesebb, kezdjük visszahozni a meccset, bár nekem itt most nagyon-nagyon óvatosan kell működnöm, közreműködnöm itt a játékban, mert 12 000 HP az icipicit karcsú. Na nézzük, megtalálták a rombolót, Stark és a Cleveland elkezdi szépen szórni, jól van. Az ellenségnél ott maradt egy Tirpitzen, North Carolina, Leningrad, ott a Leningrad, de közre fogja egy Kagero és egy Akatsuki. A Cuki Akatsuki. Ugye egy új japán rombolóról beszélünk, mert ott volt nemrég egy módosítás. Bejött egy pár darab új hajó, meg párat visszapsoroltak, ámint térszintbe. De majd, hogyha ez valakit érdekel, akkor természetesen arról is lesz szó, bár nekem a japán romboló nem az erősségem. Na de mindegy, térjünk vissza a csatához. Nézzük. Starkey megtalálta a testhez álló feladatot, ami egy Tirpitz személyében valósul meg. Közben én töltöm visszafele a HP-t, lassan ott tartunk, hogy 20 000, na hát azzal már ki lehet menni, és lehet egy kicsit piszkálódni. Gyönyörű szépen elakadásmentesen átsiklottunk a szigetek között, visszatérünk a csatába. Közben a Cleveland kiszedte a Bensont, ami egy jó dolog, jó pont. Starkey nagyon rosszul áll, és ott egy NC, hát annak beköszönünk, nézzük. Egy kellemes 12 700-as citkóval üdvözöltük az NC-t, hogy hello, visszajöttem a játékba, kisebb fajta HP töltés után. Starkey hadakozik közben a Tirpitzzel, megy az adok kapok, hát és sajnos. Aranybarátom elesett a hősies csatába, de nem baj, most jön a véres bosszú. A Tirpitznek is beköszöntünk, gyönyörű szépen. Na nézzük, a másodlagos már dolgozik, mint az állat. A Tirpitz helyre elő. Aminek következtében ki is gyulladtam, de hát számomra még mai napig is érthetetlen, hogy miért helyre előtt, mert hiszen én is mutatom neki az oldalamat, simán ki tudott volna szedni HP sorozattal. Na nézzük!
Kegyelem the fish. Jó. Hát a tirpic is elment úszni. Hogy a cápák szopogassák még a lábadat. És nézzük. Az NC. Ugye a túloldalt még a Leningrád él. És a másodlagosunk már megint vadállat módjára hűségesen elkezdett dolgozni. Szögbe rakjuk a hajótestet, hogy azért ne tudja olyan egy könnyen előre, mert attól függetlenül, hogy az NC puha nagyon jó ágyuk vannak rajta. Na nézzük! Hát ez egy ilyen semmi ellövés volt, gyerekek. Azt hívjuk megint egy ilyen kalibráló lövésnek. Próbáltuk másodjára is bekalibrálni. Közben ugye a Leningrádot kiszedték, tehát az NC az utolsó hajó. Na nézzük, mi lesz ebből. Még egy sorozat. 3400. Érdekes, hogy ebből hogy nem lett citadella, mert ugye az előzőt szinte majdnem ugyanoda lőttem, csak a másik oldalába. Na nézzük, meg lesz-e vagy a Kraken? Vajon meg lesz a Kraken? Szórjuk neki, szórjuk neki, szórjuk neki. És hát természetesen megvan. Na fiúk, lányok, itt látható az eredmény, amit elértünk ebből gyönyörű és szenzációs csatában. Egy Kraken, Dreadnought, kettő darab Close Quarter Expert és egy Confederate. Azért ezek elég szép achievementek. Ugye 137 ezer lett a damage, ami ugye azért már jó, jónak lehet mondani, azért az már jó, főleg ezzel a hajóval, és ott az a 190 másodlagos találat. Undorító. Undorító. És az a durva, hogyha még többen vannak 10 kilométeren, vagy azon belül, tehát még több ellenséges hajó, akkor ez a szám ez még több. Tehát valami őrület, őrület. Tehát nagyon, ez nagyon jó. Ez egy igazi közelharcos csatahajó. Tehát én, ez az, amit én szeretek. Közelről oda menni, pufogtatni. Itt is van az eredménylista, hogy láthatjátok. A kagerósunk még jó volt, tehát még ő is tudta a dolgát, csinálta azt, amit kell, ugye. És hát sikerült elérni ezzel a hajóval egy szép eredményt. Úgyhogy, fiúk, lányok, köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót. Remélem, hogy minél hamarabb tudok jelentkezni egy újabb, ilyen, vagy ehhez hasonló videóval. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, és ha szeretnétek még ilyen tartalmat, akkor nyugodtan iratkozzatok fel. Most már, ha minden igaz, akkor beindul az a bizonyos szekér. Köszönöm, hogy itt voltatok. Szevasztok!